Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hollik István országgyűlési képviselő a Fidesz színeiben, és a Fidesz kommunikációs igazgatója. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy mint általában minden péntek reggel csak miattunk fölkelt. Üdvözlöm a kedves nézőket, ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazinműsora, és én Brajer Péter vagyok. Kellemes ünnepeket, hisz ma Púrim van egész a szombat beáltáig. A Luhaka zsinagógai naptár szerint 5781. esztendővel vagyunk. Ádárhavának a 14. napján, ma ránk köszönt a szombat. Délután, már is nézem, 5 óra 4 perckor, és velünk van egészen 6 óra 12 percig szombat este. És akkor történik a Love Dealben kód este, hol tegyünk különbséget az ünnepek és a hétköznapok között, és akkor meggyújtjuk a Havdole gyertyáit. Világszerte a zsinagógákban a Tötzavé heti szakasz, Parashat HaShavua, Tötzavé. Míg a polgári időszámítás szerint, mert olyan is van, február 26-át írunk, és a 2021. esztendőben vagyunk, és ha minden igaz, akkor péntek van. Szeretettel üdvözlünk minden Edina Autó nevű nézőnket, és minden lányt és anyát, aki az elmúlt 24 órában szülte meg utódját, megszületni sem egyszerű, a terhesség sem egyszerű dolog, de életben maradni, na az egy nagy attrakció. Ehhez erre van szükség. Igen, egy maszkra. Akkor is, ha már voltunk betegek, ha át vagyunk oltva, ezt mindig kell használni, hisz a helyzet fokozódik, a harmadik hullámba vagyunk, és azok is fertőzhetnek, akik már mindezen túl vannak. Ezzel viszont megvédhetjük embertársainkat, na meg saját magunkat is. Az autóban nem kell használni, ha egyedül vagyunk, viszont ha többen, akkor igen használni. Ugyan tél van, de ne tévesszen meg minket, az időjárás jelentés szerint plusz 2-től, tehát 2 Celsius és plusz 15 Celsius fok között várható a mai időjárás. Tehát fogyasszanak sok folyadékot, vegyék be tablettáikat, kiegészítőjüket, és hogyha mindezek után még valakit érdekel, akkor elmondom, hogy az euró középárfolyama 3.6201, míg az angol fontából van, most nem megyünk sehova, és majd csak akkor megyünk, hogyha lesz green passunk, azaz egy olyan bizonyítványunk, hogy be vagyunk oltva. Aztán majd még, hogyha az ellenzéki sajtót figyelem, ott majd lehet, hogy rá is lesz írva, hogy mivel oltottak be minket. Ez nem egy hetsz kampány? Mert hogy figyelem, és a magyar ellenzéki sajton kívül sehol nem láttam az idegen nyelvű médiákban, hogy oda lesz az is írva, hogy mivel vagyunk beoltva. Mi csatlakozunk a nemzetközi trendekhez. Hát az a lényeg, hogy az ember be legyen oltva. Igen, ez a legfontosabb, és nagyon érdekes, hogy nagyon sokan elégedetlenek voltak azzal az ötlettel, hogy orosz és kínai vakcinákat is alkalmazunk, és lám, tegnap már mindenki sorba állt, akit hívtak az orvosok. Én azt gondolom, hogy amit Merkeli professzor úr mondott, az nagy bölcsesség, hogy az a jó vakcina, ami már a karban van, úgyhogy... Azt mondta, hogy a válban. A válban van. Idézni csak pontosan. Igen, klasszikusokat főként csak pontosan, de a lényeg az biztos, hogy az, hogy mindenki biztos lehet abban, hogy amit Magyarországon forgalomba hoznak, az a vakcina biztonságos és hatékony. Tehát nyugodtan biztatok mindenkit arra, hogy azzal oltassa be magát, ami éppen van a házi orvosnál. A lényeg, hogy minél hamarabb oltassa be magát, mert ahogy ön is említette, sajnos Magyarországon itt van ugye ez a brit mutációja a vírusnak, és hát láthatjuk, hogy emelkednek a számok, tehát azt mondhatjuk, hogy még tulajdonképpen úgy mentünk át a második hullámból a harmadikba, hogy szinte észre sem vettük, de mindenképpen szeretnénk azt a helyzetet elkerülni, ami mondjuk például az északi szomszédainknál vannak Szlovákiában. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, és bár mindenkinek a fejében már az van, hogy akkor végre hogyan szabadulunk meg a korlátozásoktól. Ugye az online konzultációnk is erről szól, hogy ennek mi legyen a menetrendje, mi legyen a pontos forgatókönyve. Na de most mégis arra kell leginkább odafigyelni, hogy tartsuk az intézkedéseket, bármennyire nehéz is, és minél gyorsabban, minél több ember kapja meg az oltást, mert akkor ennek a harmadik hullámnak a
terjedését és az erősödését azt úgy tudjuk megállítani, így tudunk neki gátat szabni, és minél gyorsabban gátat tudunk szabni a harmadik hullámnak, annál hamarabb tudunk akkor elkezdeni azon gondolkodni, hogy a korlátozásokat, azokat hogyan lehet megszüntetni és kivezetni, és hogyan lehet újraindítani az életet. Én egy közeli szomszédunkat említett, engedje meg, hogy én említést tegyek a távoli Izraelről, ahol tegnap este 6 órától kijárási tilalom volt egész ma reggelig, és ez meg fog ismétlődni a hétvégén is a Purim ünnepe miatt, hisz olyan veszélyes, hogyha egyszerre 20 embernél többen vagy egymás hegyén hátán vannak, úgyhogy annak ellenére, hogy lépcsőzetes nyitás volt, tegnap ott abszolút teljes zárás, csak a patikák, illetve az élelmiszerüzletekbe lehet. Úgyhogy Izraelben az átoltottság most már 60%-os, ugye? Olyannyira, hogy most elkezdik a 12-től 16 éves korosztályt oltani, mert most már ez őrájuk is veszélyes lehet. És nem csak a british, hanem a dél-afrikai mutáció is megjelent. Viszont nagyon érdekes, hogy azt állítják, hogy egyre több oltás ellen tud állni ezeknek is. Meglátjuk, hogy az, ami nekünk van, az is megoldás, viszont rossz hír az, hogy elképzelhető, hogy ugyanaz fog ezekkel az oltásokkal történni, mint az influenza járvánnyal, hogy minden évben be kell, hogy oltassuk magunkat, viszont akkor életben maradunk és dolgozni tudunk, tehát tudjuk, hogy mire számíthatunk. Megindult a parlament, parlamenti szünet után újból a parlament. Mi várható? Azon kívül, hogy most már nagyon sok miniszterelnök jelöltünk van, pedig még csak 21-et írunk. Hát a politikai küzdelmeket a magunk részéről legalábbis azt meghagyjuk majd a vírus utáni időszakra, csak ebből szabaduljunk már végre. Szóval akkor elfogadta azt, amit a múlt héten mondtam önnek, hogy inkább tartsunk tűzszenetet a parlamentben lévő pártok között, meg a parlamenten kívül is addig, ameddig a vírus elmúlik. Mi a magunk részéről tartalánk mindent, csak a vírusra fókuszálunk. Ezt láthatjuk, hogy csak összefogással lehet legyőzni, emlékezzünk az első hullámra, amit azért Magyarország kivételesen jól küzdött le, köszönhetően az összefogásnak. Tehát van előttünk egy jó példa, ha összefogunk, akkor menni fog. A parlamentet kérdezte, ott is minden erőnket arra koncentráljuk, hogy minden támogatást megadjunk ahhoz a kormánynak, ami szükséges a törvényhozásban, hogy a vírus ellen hatékonyan tudjon védekezni. Ez a legfontosabb feladatunk most. Aztán nyilván ugye az szokott lenni a szokásrend, hogy a jövő évi költségvetést azt már a tavaszi ülésszakon elfogadjuk, tehát természetesen azt majd májusban, júniusban tető alá kell hozni, le kell róla folytatni a vitát, hogy úgy tudja befejezni a parlament a nyár előtt a munkáját, hogy van már 2022-es költségvetés is. Gondolom, hogy tegnap, illetve ma reggel a híradónkban láthatta, és a média részletesen beszámolt róla. Már a nemzeti médiára gondolok, hogy a 100 tagú cigányzenekart, ami világhírű, hogy tették tegnap utcára? Láttam, sajnálatos. Én továbbra sem értem Erzsébet város vezetésének. Mi ez? Jó lenne tudni, hogy ez mi. Én egyszerűen politikát látok mögötte, egyszerűen a baloldalnak, az itteni baloldalnak kell ez az épület, amiben önök is vannak. Nem tudom, hogy mi okból, és neki az sem drága, hogy önöket kirakják, az sem drága, hogy a 100 tagú cigányzenekart. Mi már nem beszélünk, mert előbb-utóbb biztos találunk magunknak egy biztos helyet, de a 100 tagúnak ezek a felvételek, amikor a nemzet művészei kint az utcán zenélnek, és közben a hangszereik fekete posztóba fölkerülnek egy teherautóra. Én nekem mindenki prüszkölhet rám, de megint az jut eszembe, teherautó, most éppen nem zsidók, hanem cigányok, nevezzük nevén, a munkaeszközüket teszik fel a teherautóra, és keresnek nagyon messze innét egy polgármester ajánlatára egy menekülési pontot, ahol majd tudnak próbálni, és a hangszereiket le tudja tenni. Mi ez a 21. században? És ráadásul még azt tegyük hozzá, hogyha
Niedermüller Péteréknek kell ez az intézmény, kell ez az épület, akkor legalább már annyi tisztesség legyen bennük, hogy időben értesítik az érintetteket. A televízióból tudták meg. Hát 18-án jól fényképezkedett a polgármester a száztagú vezetőjével, aki bement hozzá és megkérdezte, mondta, hogy nyugi, minden rendben lesz, alternatívát biztosítunk. Aztán mégsem. Ezt ön minek nevezi? Polgármestereket nem lehet visszahívni, nem lehet bizalmatlansági indítványt adni nekik. Mi lesz, hogyha Isten ne adj, egy ilyen ember például a kormány élére kerül? Választott tisztségviselőről van szó. Én azt gondolom, hogy az erzsébetvárosiak jól látják, hogy mi zajlik itt ebben a kerületben, és majd bölcs döntést fognak hozni 2024-ben. Nézzük, hogy mit tud tenni a kormány a polgárokért. Az Európai Unió elfogadta az újraindítási programot, viszont még csak 7 állam írta ezt alá. Miért tart ez olyan sokáig? A helyi parlamenteknek ezt ratifikálni kell, de... Alapvetően ezért, illetve hát van egy ugye folyamatos egyeztetés Brüsszel és a tagállamok között, hogy pontosan ezeket a forrásokat azt mire lehessen használni. Magyarország esetében ebben vita nincsen, és mi abban vagyunk érdekeltek egyébként, hogy minél hamarabb minden tagállam megkapja ezeket a forrásokat. Ne csak mi, mert egyébként most abban a furcsa helyzetben vagyunk, hogy nálunk gazdagabb, vagy gazdagabbnak jobb állapotban hitt, jobb állapotúnak hitt országok, azok jobban rászorulnak ezekre a forrásokra, mint mi, de ahhoz, hogy egyébként Európa ismét erős és versenyképes tudjon lenni, ahhoz ezeknek a forrásoknak minél hamarabb oda kell érnie ezekbe az országokba. Úgyhogy reménykedünk, hogy ez minél hamarabb megindul, de ettől függetlenül a magyar kormány egyébként helyesen szerintem nem vár arra, hogy ezek a források megérkezzenek, hanem a saját költségvetési forrásait is arra fordítja, hogy az újraindítás az minél zökkenőmentesebb legyen, és minél hamarabb olyan magas fordulatszámra tudjon pörögni a magyar gazdaság, mint azt megtapasztalhattuk a Covid járvány előtt, mert azt láthattuk, hogy az a gazdasági növekedés, az azt jelentette, hogy mindenkinek van munkája, meredeken emelkednek a bérek, tehát az azt jelenti, hogy nem pusztán Magyarország sikeres, mert ez az ország nem lehet úgy sikeres, hogy az állampolgárain ellenének sikeresek. Tehát az az erős gazdasági növekedés, az minden magyar állampolgárnak a bővülés, a gyarapodás és az egyéni siker lehetőségét jelentette. Na, ide szeretnénk visszajutni. Van még annyi időnk, hogy megkérdezem, hogy Hollik István a civil ember, az apa, hogy tud segíteni a gyereknek a távoktatásban? Van-e türelme leülni mellé? Van, persze. Én abban segítek, amiben kell. Ezen munkáknak a nagy részét a feleségem elvállalja, de... Mert tulajdonképpen a családot a nők vezetik. Nem a de én is segítek abban, amiben kell. Hála Istennek az én fiam az jól tanul, és ráadásul nem kellett noszogatni, hogy odaüljön. Ezt a digitális oktatást egyelőre nálunk nemrég vezették csak be a mi iskolánkba, a fiam kifejezetten élvezi. Szóval eléggé önállóan csinálja a házi feladatokat, amiket megkap, úgyhogy sok segítség egyébként neki nem szükséges. Egy ilyen covidos időben hogy néz ki a hétvége egy több gyerekes családnál? Hát szerintem úgy, ahogy mindenki másnál, próbálunk valami szabadtéri programot találni, ami ugye általában ebben az esetben csak hogy egy kirándulás lehet. Kell találkozni az unokák? Hát távolról. Köszönöm, hogy bejött hozzánk, és jövő héten itt folytatjuk. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Hollik István, a Fidesz országgyűlési képviselője, kommunikációs vezetője volt vendégünk. Az előzetesek után kapcsoljuk Gyarmat István nagykövetet Skype-on keresztül, és megnézzük, hogy mi újság a nagyvilágban. Tartsanak velünk!